Sziasztok! Itt vagyok Kotorba, Montenegróba, egy nagyon durva héten vagyok túl. Három konferencián voltam, három országba. Hadd osszak meg veletek néhány tippet, hogy hogyan lehet konferenciákra ingyen elmenni, még akkor is, hogyha semmilyen előzménye nincs az életedben. I just wanna love you with the lights on. You got lots of things I wanna see. És megérkeztem Montenegróba, nézzétek milyen kicsi géppel utaztunk. Most átmegyek, megnézem, hogy jöttek-e értem. Hi, this is me. Yeah, cool. Hi, how are you doing? Tell me, can I love you with a light song? Ez nagyon jó, milyen jó kocsival jöttek értem. Vlad, imádom már vlogolni, worksportot, már csak oda kell érni, ugyanis késett másfél órát a gép, úgyhogy remélem, hogy odaérünk. És ahogy Peter McKinnon szokta az útról, a repülőgépről nem csináltam, az már annyiszor volt, hanem most legyen így az útról, megnézzük milyen Montenegróba bejutni. Csak egy ilyen gyors timelapse-et kaptatok, mert most látom, hogy merül le a kamera, úgyhogy inkább spórolok vele, de ígérem, majd még jönnek nagyon jó bírólok. Hotelbe megérkeztem, és most már rohanok, még igazából 5-10 perc múlva előadást kell tartanom, de nem tudom, merre kell menni, reméljük megtaláljuk. De megtaláltam, annyira, hogy most látom is, hogy aki előad, akinél voltam Albániában. Ha azt nem láttátok, akkor nézzétek meg, de itt ő most ad elő. Szerintem jól sikerült az előadásom, sokan voltak, megköszönték, utána látszott, ahogy áttransformáltuk a pitchüket, hogy mekkora érték volt, és most pedig várunk, illetve meg is jött a buszunk, mert megyünk a Speaker's Dinner-re. Na meg is érkeztünk, már itt vagyunk, és hogy milyen ez a hely. Itt van pont a kikötőben, tök jó kis hajók vannak itt. És maga az étterem is nagyon érdekes, ugyanis amikor mész be, akkor itt vannak halak, és lehet úgy is, hogy innen rendelt és kihalálták. Meg rákok. Érdekes koncepció. Na megnézzük, miket kajálunk, de arról lehet, hogy nem fogok most vlogolni. A következő fontos dolog, hogy hogyan ismerkedj meg emberekkel, szerez barátokat, mint például én is most itt a konferencián. Szia! Itt három dolgot lehet megcsinálni. Az egyrésztről az, hogy amikor jössz, megnézed, hogy ki volt még itt, ki van itt, lehet, hogy vannak networking appok, velük ismerkedjél meg, vagy csak simán leültök kajálni, például mi most együtt leültünk az előbb ebédelni, és így ismerkedtünk meg. És persze lehetnek ilyen apró trükkök, hogy couchsurfingen vagy máshol próbálkoztok, de igazából az a lényeg, hogy legyetek nyitottak, ismerjetek meg, és ha egy embert megismertetek, kérdezzétek meg, hogy találkoztatok másokkal. Mert ha találkoztak másokkal, akiket neked is meg kell ismerni, akkor így lehet ugye tovább menni. So what do you think about it? Well, actually we have no idea what you just said and hopefully you didn't sell us or did something worse. Maybe I did, but thank you very much. I was blown. Such a fragrant lady. Megy a Spartney konferencia, és bár ez semmi tipphez meg ilyesmihez nincs köze, csak egy kis inspiráció. Aki ott van mögöttem, az az ember volt az űrben. Hát az űrben volt, és... És most tartott itt előadást arról, hogy milyen volt az élete, és kettő dolgot szeretnék nektek átadni erről, mert nagyon-nagyon magával ragadott. 26 évesen, miután a mester diplomáját is befejezte, amit amúgy nem sokan szoktak Amerikában, de miután befejezte, akkor jelentkezett először a NASA-ba astronautának, és igen, ő egy olyan gyerek volt, aki még fiatal, kiskorában is azt szeretett volna lenni. Amikor Neil Armstrong a Holdra lépett, akkor ő egy kis egyenruhába, a Snoopy-ával örült ennek az egésznek, és nem tudom, 30-40 évvel rá, ugyanazzal a Snoopy-val fent volt az űrbe, pedig háromszor utasították vissza, utasították el a NASA-tól. 11 éven keresztül próbálkozott, mire negyedik alkalommal bejutott. Élete élménye volt, de 4 éve visszavonult. És azt mondta, hogy mikor eljön az a pont az életedben, amikor valamit mögötted kell hagynod, vondd le a tanulságokat, és nyisd ki az ajtót az új dolgoknak. Kemény. Most megnézzük meg a montenegrói tengerpartot, és jöjjenek egy kis drónsátok. Power,
That's why I'ma love you with the lights on. You got lots of things I wanna see. I just wanna love you with the lights on. Girl, you're looking beautiful to me. Még egy dolog maradt ki, amiről szerettem volna beszélni, az pedig a fun. Hiszen bármit csinálunk az életbe, bármilyen munkánk is van, szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy jól érezzük benne magunkat, és megtaláljuk azokat a szépségeket, amiért éppen csináljuk azt a dolgot. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem fogunk ugyanolyan keményen dolgozni, vagy nem a munkára fókuszálunk, hanem egy jó balanszt építünk ki. És pont a montenegrói konferencián, a Sparkmin hallottam azt, hogy ha igazán szereted azt, amit csinálsz, és kőkeményen beleadod, és őszinte vagy az emberekkel az életedben, hogy te igenis ezt csinálod, és miért fontos ez, akkor nem is a balanszra kell törekedni, hanem hogy minden napod úgy teljen, hogy valami értékes dolgot megcsinálsz. És ezekbe beleférnek az, mint most itt Montenegróban, hogy a konferencia utáni napon eljöttünk ide erre a gyönyörű helyre, hajókázunk Montenegró körül. A lényeg, hogy egyszerre work hard, play hard. Remélem értitek. I just wanna love you with the lights on. Tell me, can I love you with the lights on? You ain't gotta worry about your body. There's so many ways I'll go about it. Back and front, inside and all around it. There's so many times I couldn't count it. One, two, three, shoot. No. One, yeah. There you go. Cheater. I said I was giving. If I can't imagine all the beauty that I'm missing, is it really sinning if I love you with a light song? You got lots of things I wanna see. I just wanna love you with the lights on. Köszi szépen, hogy néztetek, hogyha most találkoztunk először, akkor kérlek, nyomjatok arra a feliratkozás gombra, és persze, hogyha a csengőre is rányomtok, azt külön megköszönöm, és akkor tuti, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!